Ah, ez a dal. De jó dal, nász. A pozitívan a nász. Cső, pacsi, szevasztok, ez itt a Hollandtali blog, és nem másra foglalkozunk, mint a 2018-as dal elemző műsorokkal, közben kicsit gyurmázunk, nem veszünk semmit túlságosan komolyan, és megint hoztunk nektek három dalt, amit kivesézünk. Mi ez a három dal, kedves Oliver és Dávid? Knoll, Gabi, Vastag Tamás, Nova Prospekt. Köztünk is megvan ez a kapcsolat. Mert? Negem. Baby, nézzük meg őket. Knoll, Gabi, Nobody to Die For. Ez egy ekte olyan számít, a Spotify nekem egyfolytában dobál Discovery Weekly címen, hogy fedez fel, és valamiért azt hiszi, hogy imádom ezt a stílust, közben csak a Spotify imádja ezt a stílust. Ez ilyen steel drum. Én nem így hangszeredem volt. Fényképnél fotózáson szóltak, hogy Gabi, fotó! Bocsia, elfeküdtem a hajam. Nekem nincsen egységes szám érzetem most. Ez a Gabinak a dala nyilván, tehát hogy a szöveget az biztos, hogy benne, hogy ő írta meg a dallamba, és nyilván ő is nagyban benne van. És három teljesen különböző zenei világnak a képviselői ültek össze, hogy megírjanak egy ilyen számot. Gabi egy nagyon tehetséges énekes lány, tehát hogy a hangja amúgy, ha más zenében hallgatod, akkor kifejezetten erotikus. A hangját is itt úgy keverték. Hogy beszéljen már szegény, mert már nyolcad gyere, vesz levegőt. És azt akartam még mondani. Ne vegyek levegőt. Tegény, most belefolytottad. Nem. Szóval ez az ananász, erről akartam most beszélni. Ezt jól érzed, hogy ez alapját, hogyha az alapot nézzük, akkor nekem ez nem egy szám, hanem több szám. Te az ázsiai lányokat szereted? Most ez egy trending hangzás, bár kicsikét visszanyúltak 2017-ben meg 6-ba. Szó 2017. Tropikálos ízés, cumó. Az nagyon tetszik egyébként. Az egy nagyon domináns szólam benne, amire az egészet körül lehetett volna rakni. Csak vissza. Vastag Tamás, hagy reményt, hagy halljuk. Picit olyan hamar házasodott arcot látunk. Nekem meg finom volt a begli, mami. Ezt úgy értem, hogy gyere be, kész a puding. Ismétek a fagyi fejet, nézd, most így pont fagyi fejnek néz ki. Hagyjál reményt. Erre hová jutsz? Ökönben. Ökönben. És eltűntek hova? Hát egyből rákérdezett. Elküldtek, hova? Hasonlít rád. Hasonlít, az hosszú, hosszú szótag emberek. A bemegy gól, gyerekek. Ami jó, az jó. Vagy így, vagy úgy, valahogy mindig van. Bocsánat, hát az leszek, mi én vagyok. De ha már vagyok, akkor nem... Tehát nem változik semmi. Mondanád, de nem. Némileg érezhető volt a ráreagálásunkban, hogy... Hogy fújó. Hát egy fújó volt. Azt gondolom erről a dalról, hogy alapvetően van egy jó énekesünk, egy kedves karakterrel, kedves, amúgy tehetséges emberről beszélünk, jelentkezett az Eurovízióban egy dallal, nem tudom, hogy ki írta a szöveget. Prozódia, ezt már előző adásban említettem, nagyon oda kell figyelni, tartalom. Mi az a pont, ahol elfogadunk egy szöveget, hogy akkor én ezt most így beadom, vagy nem adom be, végig gondolom el, hogy mit írtam oda, mi az, ami alibisor, mi az, ami nem alibisor. Ilyen pontok, vörös az arca már? Amiket nem fogadok el. Hogy mi? Ilyen vörös már a fejem. Ja igen, mert dühi. Ez inkább színházi szám egyébként. Egy darabban lemehet valami. Lehet akkor ez lehet benne érezni. Jó hangú fiú, értjük, hogy miről van szó, egyszerűen az Eurovízióban. Bocsi, anyám hívne, hogy biztos kész az ebéd valószínűleg. Szia, forgatunk. Hát ha fent hagyod, akkor majd felmegyek érte. Aha, igen. Köszi, szia. Puta! Nova Prospekt, vigyázz oldalt, hadd hallom. De ez a kedvenc műfaj, a rock. Fú. Ez a szőke lány, ugye? Ő nem szőke. Szaltó. Álló. De ez egy ilyen cirkuszi kép, nem? Hát de a betű is cirkuszi. Már a várnak nincs neve, vagy a neved nincs még? Várat, várat. Szó, jó. Várat még rá? Neved nincs még vár. Most már még van, vár. Ez dühít. Az egész egy klisé, ne haragudjatok. Ez nem tudom, szerintem 30 ilyen dolgot hallottam. Ez külföldi dalok feldolgozása egyben. Ez szükségünk lesz. Ez legyen a pozitív anonáció. Már hallgattunk rock számot. Igen.
Az jobb volt. Az már tartalmilag előrébb van. Te mondtad, hogy az ennél stílusnál a szöveg, ami lényeg. De az nagyon rendben van, csak nem a vízióra való, ennyi. Na hát ez sem. Hát igen, de most nem erről beszélek, hanem a Leanderkisznél viszont a szöveg azért jó volt. Igen, és akkor igen. Ami tetszett, nincsen elrontott szótag, tehát hogy ilyen szempontból jól van megírva, viszont rengeteg. Ügyes. A dalszövegre azért érdemes figyelni, mert az embereknek az x százaléka a dalszöveg alapján meg fogja ítélni a tartalmat. Aki nem is, és csak a zenét hallgatja, előbb-utóbb elolvassa a szöveget, és akkor lesz a probléma, hiszen az majd egy ilyen paf, összetörik a kép, hogy ding-ding-ding-ding-ding. Pá, onnantól kezdve, ez mennyire egy jó dal? Pozitív ananász. Tetszik a lyrics videó. Amilyen stílus akar amúgy lenni, ahhoz nem elég disznó. Ne egy kis marci, inkább egy igazi csatakocaként gyereki. Kicsikét ez a dal olyan, mint az Internet Explorer. Nekem ebből a háromból egyértelműen a legerősebb volt. Loli ad erre egy 6 pontot. 5 pontot adok. 5 pontot adsz. Szigorú a csávó. Ez egy 6. Oké, zsoké, megyünk tovább. Vastag tíre. Masszív 4-es. Nekem is egy 4-es. Neked is, Dávid, egy 4-es. Hát én jó fej vagyok, én egy 5-ös. Az ing miatt? Te nagyon jó szívű vagy. Én, igen, én meg... a pozitív srác vagyok, mert tudod, nincsenek barátaim, szeretném, ha mindenki szeretne. 4-es. Én azért 5-öt adok. Ez egy 4-es. Összesítsünk. Egyértelműen Knoll Gabi vitte 17 ponttal az egészet, Vastag Tamás és a Nova Prospect pedig 13-13 ponttal. De írjátok meg ti is kommentben, hogy nektek mi volt a kedvencetek. Te most mit csinálsz? Jött telefonálsz közben? Jövő hét vasárnap ismét érkezünk nektek 3 dallal, iratkozzatok fel, csekkoljatok minket, szevasztok! Csööö!